Az életre halunk meg. Olyan hatalmas az a kijelentés, hogy bevallom, az Úristen még azt sem engedte, hogy megfogjam. Mert picit fájt a fejem, ezért lefeküdtem. És álomképekben mutatta meg ezt a dolgot. De az álomképeket, ahogy felkeltem, ahogy megébredtem, egyből elfelejtettem. Tehát nem engedte, hogy belekapaszkodjak, megragadjam az álomképeket, hanem csak a lelkületet, a lényeget. És a lényeg ez, hogy a halálra születtünk, és az életre halunk meg. Egy rövidke, 6 perces felvételbe mondta el ezt a kedves barátom. Csatornának a címe az Ébredő kő. Most azt hiszem, most elbukott kő, mert elbukott, de se baj, annyi baj legyen. Többször buktunk el mi is, és ha látnám azt, hogy látnánk azt, hogy naponta hányszor elbukunk, abban a fájdalomban halnánk bele. Úgyhogy igazából az ébrenlétünk egy hatalmas elbukás, rövidke állapotokkal, amikor élünk. Ezt így nagyon erőteljes így kijelenteni, vagy hallani is, hogy úgy igazából nem az van, hogy én tegnap elbuktam egyszer vagy kétszer, vagy az, hogy 10 évvel ezelőtt én bűnt követtem el. Nem ez van, emberek. Hanem az van, hogy most is, ebben a momentumban is, akár amíg testben vagyok és testtel gondolkodok, én az elbukott állapotban vagyok, elbukásban vagyok. Tehát szinte lehetetlen nekem nem elbukni. És vannak ilyen flash-ek, ahogy mondja ugye az angol, magyarok is átvettük, hogy flash-ek, bevillanások. És ezek a bevillanások az élet, tehát az élet, a valódi élet bevillan, néha bevillan ebbe az elbukott állapotban, amiben vagyunk. Isten könyörű rajtam, mert ezt nehéz, ezt lehetetlen elmondani. Tehát ami a Bibliában van írva, a Teremtés könyvében, és a Teremtés könyvétől egész a Jelenések könyvéig, az mind igaz. Igaz, de felfogadatlan. Azt az agy nem tudja felfogni, nem tudja befogni, és Isten még néha azt is adja. Minap is úgy voltam, hogy kaptam egy álmot, és tiszta volt az álom előttem, de mégis, amikor megjöttem, akkor egyből elfejtettem, és nem is engedte Isten, hogy emlékezzek. Mert hogyha emlékezni akarok, az... Ó, Istenem! Mert hogyha emlékezni akarok az álomra, már az is elbukás. Az is az elbukott állapotban van. Az is, az, ha emlékszem az álomra, az is az elbukás. Nem kell nekem emlékezni az álomra. Nem szabad nekem emlékezni az álomra. Persze Isten megengedi, nagyon sok mindent megengedett a súlyos bűnöktől, egész addig, hogy nem emlékszünk az álmokra. Sok mindent beengedett Isten. Vagyis, hogy a súlyos bűnöktől egész addig, hogy emlékezünk az álmokra. Tehát az álomra emlékezés az is bűn, emberek. Elnézést, tehát ezt most valóságos kényszenvedést élek meg, mert nehéz erről beszélni. Tehát a test számára ez botrány, a földi életünk számára botrány, amiről mostan beszélhetek. Tehát én is kínlódok most. Az én kínlódik. Vívódik az élet és a nem élet között. Tehát vívódom az élet és a között, amit életnek hittem mostanig. Tehát mi olyan dolgokról beszélgetünk, hogy gyilkosság bűn, meg a paráznaság bűn, a hazugság bűn, meg mit tudom én mi. És ez mindig az. Tehát egészen Mózestől, Jelenések könyvének az utolsó mondatáig minden igaz. Viszont itt nem, tehát az a bűn a bűnben, emberek. Bűn a bűnben az, hogy én amíg azzal vagyok elfoglalva, hogy a gyilkosság bűn, persze, ami le van írva a 10 parancsolatban, az mind igaz. Tehát megmutatja, hogy mi az, hogy bűn. Addig én nem veszem észre, hogy nem csak a paráznaság bűn, hanem még egy olyan dolog is, hogy emlékszem az álomra. Márpedig most, amikor felkeltem, én emlékezni akartam az álomra. Emlékezni akartam arra, amit mutatott Isten nyomorúságos elmémnek. Még az is bűn. Ez csak arra lehet elegendő,
Egy álomkép, egy figyelmeztetés az álomban, vagy pedig egy kijelentés az álomban, mert volt, amikor hosszú időn keresztül is, most is van olyan, hogy Isten nem álmokat ad, hogy nem ilyen álomképeket ad, hogy mentem balra, meg mentem jobbra, hanem tanít folyamatosan. És óriási örömmel van abban a tanításban, amit kapok Istentől. De főleg nem tudom azt én elmondani, tehát azt lehetetlen elmondani. Viszont arra elegendő, arra jó, és csak arra elegendő, csak arra jó az álom, hogy arra motiváljon, hogy maradjak abban a bevillanásban. Most, amikor felkeltem, ugye, felkelek, maradjak benne abban a bevillanásban, amit az álomban láttam, abban a flashben, mert abban a bevillanásban van benne az igazság, és nem a kép a fontos. Tehát emlékeztek, hogy többször beszéltünk, hogy arról, hogy a Jézus képekben beszélt, Isten képekben beszél, most is képekben tanítja ezt a testet. Mert mi most képekben vagyunk, a test is képekben van, az is egy kép, tehát a selfie egy kép, testünknek a forma egy kép, ezek mind képek. Ezért Jézus az elbukott embert, Isten Jézus által és lélek által képekben tanítja, hogy tudjunk vonatkoztatni, tudjuk elképzelni az alapokat. De ez csak az alapok, emberek. Az elbukott emberi elme az agy nem fogadja be azt, amit Isten eltervezett és megteremtett. Lehet felfoghatatlan az ember, lélek számára nem tudja, vagy a test számára felfoghatatlan az igazság. Tehát ő képekben tanít, Jézus példabeszédekben tanított, és mi is kapunk példabeszédeket, képeket, mint ahogy ma is, ugye kaptam egy egyszerű példabeszédet Istentől, ami arról szól, most egy példának mondom ezt. Példabeszéd az arról szól, hogy közben az agyam eszeveszettül harcol a kijelentések ellen, most ebben a momentumban. Ez a példabeszéd az arról szól, hogy az, hogy nekem nincsen hitem, az olyan, mint amikor meghívnak engemet vendégségbe. És finomabbnál finomabb ételek vannak az asztalon, és italok, és mindent szeretek, mindent szívesen megkóstolnék. De büszkeségből semmit nem kóstolok meg, semmiből nem eszek. És amikor lejár a vendégség, azt mondom, hogy éhes vagyok. És azáltal, hogy azt mondtam, hogy éhes vagyok, én megvádoltam a gazdát, aki engemet meghívott a vendégségbe. Mert azzal vádolom őt, hogy nem adott ennem, engemet nem kínált meg. Holott megkínált ő engemet, bármit ehettem volna, tiszta ingyen volt minden, de én büszkeségből nem fogadtam el az ételt, az eredet, amit ő elém tette. És azáltal, hogy azt mondom, hogy éhes vagyok a vendégség végén, azáltal, aki azt hallja, mindenki arra gondol, hogy engemet nem vendégeltek meg, nekem nem adtak ennem, megvádolom a gazdát. Pont ilyen a hitetlenség. Azt, amikor azt mondom, hogy nekem nincsen hitem, azzal megvádolom a gazdát. Hát miért nincsen hitem? Hát a maga a hitnek a szerzője, a Teremtő Isten adja a hitet ajándékba. Azáltal, hogy azt mondom, hogy nincsen hitem, én azt mondom, azt állítom a hit szerzőjéről, hogy nekem nem adott hitet. Ja, nekem nincs elég hitem, én nem kaptam eleget. Hát miért nem kaptam? Hát ő adta volna. Tehát én megvádolom Istent, hogy ő nem adja nekem a hitet. Pedig ő adta volna. Az, hogy nincs nekem elég hitem, azt jelenti, hogy vádolom Istent. Én akartam volna a hitet, megtettem mindent a hitért, én ráfigyeltem, hogy adja nekem hitet, adja nekem bátorságot, de ő nekem nem adott. Tehát vádolom őt, hogy nem adott nekem hitet. Tehát érezhető emberek, hogy mi történik? Az én bűnöm miatt, amiatt, hogy én nem mentem oda hitért, nem engedtem, hogy adja nekem hitet, nem kerestem az ő szavát, ami által hihettem volna és feltámadhattam volna, vagy élhetnék. Azáltal, ugye ő lesz a bűnös, mert ő testi módon most nem szól. Tehát hangosan nem szól, nem dör meg az égből. Isten. És így őt nyugodtan vádolhatjuk. Azt mondjuk,
jaj, nekem nincs elég hitem, és ez ugye ez egy ilyen, hogy mondjam, szerénységnek tűnik, alázatnak tűnik, alázatoskodásnak tűnik, de valójában ez Istennek a vádlása. Ez egyfajta ilyen képmutatás, mert ez a kép, ez a hazug kép, hogy nekem nincsen hitem, azt takarja, az én valódi szándékomat takarja, takargatja. És pedig azt, hogy nem is akarom, hogy legyen. Mert hogyha akartam volna, hogy legyen, akkor nekem volna hitem. Csak kívántam volna azt, hogy Isten engemet tanítson, hogy megértesse velem Jézus tanításait például, és tanítson. Akkor ő folyamatosan tanítani engemet és növelni a hitemet. Tehát az, hogy nincsen nekem hitem, az csak nekem köszönhető. Az, hogy nincsen bátorságom, csak nekem köszönhető. Most akkor tedd magadévá ezt. Az, hogy neked nincsen hited, csak neked köszönhető, gyenge hited, csak neked köszönhető. Nincsen bátorságod, gyáva vagy, csak neked köszönhető. De mivel ezt kimondod, hogy jaj, nekem nincs elég bátorságom, ezzel megvádol Istent, mintha ő neked nem akart volna adni bátorságot és hitet. Na látjátok, ezt a tanítást Isten megadta egy ilyen képben, példabeszédben, hogy elhívnak téged egy hatalmas nagy ebédre, vendégségbe, és ingyen ajándékba kapod az ételt, italt, amilyent akarsz, bármit. De van, aki el sem megy. Van, aki el sem megy. És van, aki elmegy, mert sok ilyen van. Én is csináltam ilyent, drága embertársa. Elfogadtam a meghívót a vendégségbe, de büszkeségből nem ettem semmit. Büszkeségből nem ettem semmit. És akkor a végén azt mondtam, hogy jaj, milyen korog a gyomrom, milyen éhes vagyok. És ezáltal megvádoltam azt, aki a vendégséget rendezte. Mint hogyha ő nem adott volna nekem ételt. Na ez egy kép. Ez egy kép, ez egy példabeszéd. A vendégség. Még a mennyek ország a mennyegző is, ugye? Ez is egy példabeszéd. És Isten minket, mert elbukott állapotban vagyunk, így tanít. Ő azokat a képeket használja fel, a bűnös képeket. Mert az evés, ivás, zabálás, ez mind bűn emberek. Ez mind bűn. Ez sokkal több minden bűn, mint ahogy mi gondolnánk. De Isten nem kezdheti azzal, amikor valakit elhív. Ő nem mondhatja azt, hogy tudtad-e azt, hogy az evés bűn. Mi? Na, nekem az Isten nem kell. Így van-e? Mindenki idegán erre, hogy hú, nekem az Isten nem kell. Aki azt mondja, az evés bűn. Tudsz szeretek enni, szeretem a flekkent, a kolbász, minden szeretek. Hatalmas botrány. Tehát, hogy megértsük a lényeget, emberek. Minden, ami elválaszt tőle, bűn. Minden, ami engemet kivesz az ő jelenlétéből, bűn. Figyelj, ami történik az ember. Jól lakik, utána le kell feküdjön, meg kell pihenjen. Miért? Az émet elfáradt. Tehát miben fáradt el a kaja táplál, akkor miért fáradsz el? Az émet a kaja valójában nem táplál, hanem kivesz Isten jelenlétéből. A testi élvezet kivesz engemet a lelki élvezetből. A halálba születtünk, a halálra születtünk, és az életre halunk meg. Ez igaz mindenkire. Ez igaz mindenkire, aki az igazságot kérdezik, mert nem mindenkire igaz. Ez arra igaz, aki az igazságot keresi. Az, hogy nem érezted jól magad ebben a világban mostanig. Ez nem azt jelenti, hogy te annyira ügyes vagy és intelligens, hanem azt jelenti, hogy Isten jelzett neked, hogy nem ez az igazi. Nem az a teljes igazság, amit igazságnak gondolsz. Ezért nem engedte, hogy jól érezd magad a világban. Még úgy sem, hogy elmentél ebben a vendégségbe, a földi vendégségbe, ettél itt, jól laktál lakodalomba. Nagyon jó volt. De utána meg milyen kellemetlen, amikor össze van kavarodva benned minden kaja, és akkor felpuffadsz, meg el kell menni a budira, és akkor ugye szembesülsz azzal, hogy amit te magadhoz vettél, az valójában eléggé büdös, és eléggé rossz. Kedves barátom, ebben a kis felvételben emlékezted arra, vagyis őt is ugye az Isten emlékezette arra, hogy mi az Ádám jelentése. Ádám az nem férfi, ezt többször mondtuk már, Ádám nem férfi, és nem nő. Az, hogy a mi világunkban a legtöbb, vagyis az Ádám, az a férfi, az nem azt jelenti, hogy Ádámnak a jelentése az, hogy férfi. Ádám azt jelentése az, hogy ember. Egészen pontosan az, hogy agyak, sárga föld, sárga föld emberek.
Ez Ádám, porból lettél és porrá válsz. Ádám jelentés hasznossága a föld. Az ember, az Ádám, az a földből lett, anyagból lett. Az ember anyagból lett, anyagból vagyunk. És újból föld leszünk, újból por leszünk, sárga föld leszünk. Matéria, te az elbukott ember. Attól a perctől kezdve, amikor megszülettünk, vagyis Isten bőr ruhát ad nekünk. Így fogalmazza a Biblia. Mi már anyag vagyunk, agyak vagyunk, de ez a porhüvely, ez az agyakhüvely, ez megy vissza a halálba. Vagyis amikor ebben a porhüvelyben vagyunk, testben vagyunk, akkor mi már el vagyunk szakítva Istentől. Nem teljesen nyilván, mert akkor nem élnénk. Ha teljesen lennénk tőle szakítva, akkor nem kapnánk álmokat, nem kapnánk megértéseket. De mai emberek már nagyon el vannak szakítva Istentől, mert nincsen bennük lélek, már csak test van. A testet próbáljuk ugye éltetni vitaminokkal, különböző orvosi eszközökkel, étellel, meg mindenféle formában. De mégis meg kell halljunk, nem tudjuk megtartani azt sehogy sem. Hogyha a lelkünk össze van kapcsolva Istennel, akkor kedvünk szerint tudnánk megtartani a testet is, addig, amíg akarjuk, 800-900 évet, ugye? Mint ahogy Ádám és Éva éltek 800-900 évet. Az elbukás után kaptuk ezt a testet, amiben mostan vagyunk. Ez a test a bizonyítéka annak is, hogy el vagyok bukva. Annak is, hogy élek valamilyen mértékben, de annak is, hogy el vagyok bukva. Ha nem lennék elbukva, akkor nem halnék meg. Ha nem lennék elbukva, akkor ha már nem vagyok elbukva, akkor már nem zavar a halál. Az, hogy zavar a halál téged, hogy valakit zavar a halál, vagy a betegség, az bizonyítja, hogy el van bukva. Tehát azért van megengedve a testnek a megbetegedése, a halála, hogy az zavarjon, hogy az szembesítsen azzal, hogy el vagyunk bukva, hazugságban vagyunk. Ezért van megengedve a szenvedés, a betegség és a halál. Amikor megszületünk tehát a lélekből, akkor elkezdődik a haldoklás. A születéskor elkezdődik a haldoklás. És végül pedig néhány év múlva ez változó mindenkinél. Van, akinek 90 év, van, akinek 20 év, van, akinek 10, van, akinek csak 2. Teljesen mindegy. Amikor megszületünk, elkezdődik a haldoklás. Ugye most az történik, amit hallotok, csak egy zárójel, hogy most már nem annyira képekben beszélek, mint lélekben. Ez már ugye eléggé felfogadatlan sokak számára, amit mostan mondok. Tehát amikor megszülettünk, elkezdődik a haldoklás, és ez meg is történik, a halál megtörténik. Hát akkor, amikor megtörténik, teljesen mindegy. És az, amit mi életnek hittünk, az semmivé lesz. Teljesen megsemmisül. Föld lesz abból, amit mi életnek hittünk. Halott föld lesz. És ez egy olyan dolog, ami tény, ugye, hát látjuk, előttünk történik. Mi hiába számolunk átlagot az élet. Az életidőből, hogy hát, mit tudom én, Gyergyóban az átlag életkort halljuk fel. 60 éve, vagy 70. Ennek semmi értelme nincsen. Ennek semmi értelme nincsen, mert ez csak arra jó, hogy tovább ragaszkodjunk az agyunkhoz, az agyunk életéhez, a testünkhöz. És akkor még azt is elhittük, hogy mi tudjuk növelni az átlag életkort. Nem tudjuk. Kizárt dolog teljesen. Jézus azt mondta, hogy senki nem hosszabbíthatja meg az életét, a termetét. Azt, hogy mikor halunk meg, Isten a tudója. Ezt maximum rövidíteni tudjuk. Mert hogyha nem keressük az igazságot, akkor ez rövidül. Tehát az, ami tegyük fel volna 60 év, az rövidül, mit tudom én, 50 évre, 40-valahány évre tud rövidülni. Hosszabbítani semmiképpen nem tudjuk. Sőt, hogy igazából, ha megismerjük Istent, akkor rájövünk arra, hogy nem is akarjuk hosszabbítani, mert kívánunk visszamenni a mennyek országába, a tökéletes égbe, tökéletességbe. És Pál apostol fogalmazza, én erőteljesen, tehát általa a kijelentések már nagyon erőteljesek.
Jézus egyszerűen beszélt, képekben beszélt, földi képekben beszélt, hogy minél több emberhez eljusson. De Pál, hogy a lélek által már keményebbeket szólt, keményebbeket jelentett ki, elmondta, hogy ki volt Jézus. Tehát ő Pál, ugye, mint külső személy, beszélt Jézusról, elmondta, hogy ki ő, hogy ő értünk bűnné lett. Ez a test a bűnteste. A bőr, a ruha, az nem ilyen marha bőrszerkó, vagy mit tudom én, bármilyen más bőrből, disznóbőrből készült szerkó, hanem ez a test, ez a bőrruha jelképesen. És Pál apostol elmondja, hogy Jézus értünk bűnné lett. Ő beleköltözött, belejött a bűntestébe, mert a bennünk lévő lélek már csak a testen keresztül hallott. A bennünk lévő lélek már csak a bűntestén keresztül hallott. Ez azt jelenti, hogy a testben lévő emberek nagy részének már nincsen lelki hallása. Lehet, hogy te is, aki ezt hallod, érzed, hogy az igazság, amit most mondok, ezt érzed, de még nincsen lelki hallásod neked. Sok hallgatónak még nincsen lelki hallása. Nem hallja Istent, Isten nem beszél hozzá. Nem hall lélek által. Hallgatja, olvassa a Bibliát, tegyük fel, vagy hallgatja azt, amit mi mondunk. Még mindig testileg hall. Még mindig a bűntestével hallasz te is talán. Nem tudom. Valakire ez érvényes, valakire már nem érvényes ez. És itt jön be az, ami megint felfoghatatlan a test számára, az újjászületés. Nikodémus, ő a bűntestében, mint vallási vezető. Nem tudta felfogni azt, hogy mi az, hogy újjászületés. Azt mondja, hát én már 80, nem tudom, hány éves volt. Én nem megyek vissza anyámnak a méhébe, hogy újból szülessek. És Jézus nem, azt mondta, nem, nem, Nikodémus, ez nem az. Félreértett. A szegény Nikodémus, képzeljétek el, rövid szárulja Nikodémusról. Ő tudta, hallotta Jézust, a szívében érezte, hogy minden szó igaz. De akkor a botrány volt számára, amit Jézus mondott, hogy nem is merte megkeresni nappal. Amikor Jézushoz fordultam, sokáig nappal nem mertem őt megkeresni, csak éjszaka. Sokáig nappal nem mertem őt felvállalni. Én tudtam, hogy ő az én megmentőm, de nem mertem felvállalni, mint hogy sokan hozzáfordultak, és nem merték őt felvállalni. Mert az igazság, amit ő mond, az akkora botrány a testi ember számára, hogy nem meri felvállalni az ember. Nikodémus is éjszaka kereste meg Jézust, és tudta, hogy azt mondta, Mester, tudom, hogy Istentől jöttél, mert emberi ott nem tehet, amiket te teszel. Csak akkor, hogyha Istentől jött, tudom, hogy profita vagy, tudom, hogy Istentől jöttél. De én sok mindent nem értek még, és félek. Félek a barátaimtól, félek, hogy mit szólnak a családom, mit szólnak a munkatársaim, ugye a papok, vallási vezetők. Félek mindenkitől, pedig tudom, hogy igaz, amit mondasz. Kérlek, segítsél nekem. Nikodémus, mondja Jézus, fontos, hogy az ember úgy elszülessen. Víztől és lélektől. Az én szavam által. Az a víz. Jelképesen a víz. Jézus szava. A vér is az. Víz is. Vér ugyanaz. Aki issza az én véremet, az issza a vizet, az élet vizét. Hát aki issza az én véremet, az issza az élet vizét. Issza az én szavaimat. De fontos, hogy az ember újonnan szülessen az én szavam által, és Isten lelke által. Neked is, Nikodémus. Mert aki testtől született, az test. Aki testtől született, az nem tud másképp gondolkodni, csak mint test. Te is, aki ezt hallott, most a testi felettel hallott, de közben a lelked is ujjong, mert tudja, hogy igaz minden szó. De mégis a lelked túlságosan el van árnyékolva Istentől, a test által. A lelkedet beárnyékolja a testet, és nem hallott rendesen. Tehát ez itt van szükséged az én szavamra. Ez itt van szükséged az evangéliumra, a Biblia tanításaira, az újszülöttek tanításaira, gyermekek, Isten gyermekének a tanításaira. Egy darabig mindenkinek szüksége van, hogy hallja testi módon az igazságot. Mert a test beárnyékolja, elválasztja a lelket Istentől. Ezért én muszáj testi módon beszéljek. Isten muszáj testi módon beszéljen hozzánk. Ezért küldte Jézust a bűntestébe. Óriási teher volt Jézusnak a bűnteste. De most már nekem is az érzem, hogy az. Persze, amikor testben vagyok, eszek, iszok, jól lakok, akkor nem az. Akkor örvendek.
De amikor a lelkem gyötrődik, akkor a testem az óriási akadály, és gyötri a lelkemet. Tehát ez olyan, hogy jön Isten, és bekopok a testednél. Először az agyadnál kopok be, hallható szavak által. Azt mondja Jézus, hogy Isten, hogy a hit hallásból van, ezért én, ezért beszélünk Isten országáról. Ezért tart Isten minket a földön még, és nem vette az életünket, a földi életünket, nem vitt haza, hogy mi is beszéljünk. Beszéljünk testi módon, a bűntestét használjuk, a bűntestét, amit használhatunk mostanig a paráznaságra, a hazugságra, az evésre, az ivásra, a versengésre, a testépítésre, a testélvezetekre. Ezt a testet mostan használjuk arra, a bűntestét arra, hogy a lélek szavait mondjuk azoknak, akik megmenekülhetnek. Tehát a test, a testednél kopogok be először. Én nem tudok a lelkedhez szólni. A lelkedhez én nem tudok szólni. Én muszáj a testedhez szóljak. Ezért beszélek ilyen képekben, példabeszédekben. A tested meghallja azt, amit mondok, és beengedje. A Földön keresztül beengedje. És a Földön keresztül elmegy a szívedig, a lelkedig, az igazság. És akkor, amikor megkívántad az igazságot, akkor kezdesz feltámadni. Hát így nem támadtál fel. Addig csak hallgattad a kiáltó szót. Akkor kezdesz feltámadni, amikor a lelked megkívánja az igazságot, és kezd fogászkodni is, hogy ő is hallja Istent. És akkor fogsz kapni álmokat, kijelentéseket, flesseket, bevillanásokat, nagyon kemény megértéseket, felismeréseket fogsz kapni Istentől. Miután hallotta az én szómat, mert én ugye rokon szemvesen beszéltem hozzád. A bűntestét használtam, hogy beszéljek hozzá. A bűntestét. Most is a bűntestét használom, hogy beszéljek hozzád. Testi módon. Mert másképp nem tudnám meghallani. És ez volt Jézus is. Ez volt Jézus. Ő a bűnteste volt. Neki arra nem volt szüksége, mert ő nem testtől született. Nem az apja indulatából született, az apja kívánságából. Nem Józseftől született, hanem a mindenható Istentől. Lélek által. És azt mondja, hogy ha nem születünk mi is újjá, lélek által, nem fogjuk meglátni az életet. A lelkünk kárba fog veszni. A lelkünk el fog kározni. Ezért szükséges, hogy újjászülessünk lélek által. Mert mindenki, aki hallja ezt a felvételt, mindenki megszületett testtől, testi kívánságból. Születtünk mindannyian, de testbe születtünk. A testtel azonosultunk, és valójában a halálra születtünk. Mert a testtel való azonosulás kezdett minket eltakarni a lélektől, Isten lelkétől. Picit meg kell pihenni, elnézést. Kinga, hogy akarsz majd mondani, vagy van valami, akkor nyugodtan mondjad. Látjátok, hogy én is most gyenge vagyok. Érződik a hangomon. Miért vagyok gyenge? Azért, mert ha lélekben vagyok, akkor a test erőtlen. Éppen csak hallatszik a hangom, ugye? Nem tudok beszélni jóformán. Csuttogok. Ha lélekben lehessek, a testem gyenge kell legyen. Ahhoz, hogy a lélek ne halljon meg, ahhoz, hogy a lelked ne halljon meg, mi kell történjen? Le kell feküdjél este. Este le kell feküdjél, gyenge kell legyen. És amikor gyenge vagy, akkor Isten beszél hozzád. Isten tud szólni hozzád. De amikor test erős, akkor Isten tud szólni hozzád. Muszáj volt egy korty vizet, mert a víz, ugye, itt egy korty vizet, visszahoz a testbe, de a testem is legyen erős valamennyire, mert másképp nem tud beszélni. Másképp én hiába látom az igazságot, nem tudom nektek elmondani. Így van-e? Ugye, hogy érthető, tudom, hogy sokan értik ezt. Akik újjá vannak születve, ezt értik. És aki nincs újjá születve, az nem érti. De nem azért mondom ezt, mert jobbak azok, akik újjá vannak születve. Nem azért mondom ezt, hogy te, aki ezt hallod, és nem vagy újjá születve, te is újjá tudsz születni. Isten neked is felkínálja ezt az ajándékot, hogy szülhess újjá, hogy lélek által halljad Istent. Ha nem hallod őt, akkor óriási bajban vagy, mert ha tested meg, akkor a lelked is elsorvad, elég a lelked, tüzes tóba vettetik. Most képzeljük el, hogy hol van az ember. Hol vagyunk mi emberek? Ott, hogy nappal nem halljuk Istent. Nappal kell, tegyük fel, számítógép előtt valamit számolni, szerkeszteni. Kell gyomlálni a kertben. Meg kell fenni a telnet, vagy bármit kell csinálni. Tehát nincs, nem tudunk Istennel lenni. A sok kell, a testnek a dolgai.
elválasztanak Istenem jelenlététől. És este, amikor lefekszünk, akkor nem kapunk már álmokat sem. Azt jelenti, hogy Isten nem tud szólni hozzánk sem nappal, sem éjszaka. Tehát vannak emberek, akik nappal nem hallják Istent. Egyáltalán, mert olyan a munkahelyük, olyan helyen vannak, olyan közegben vannak, beleszólnak a testbe teljes mértékben. De éjszaka hallják. Éjszaka beszél hozzuk Isten, megörvendezheti őket, ad nekik álomgépeket, például repülsz álmodba, betekintés nyersz a mennyek országába. Sokan betekintés nyernek a mennyek országába. Mielőtt újjá születnének, Isten ad flesseket, képeket a mennyek országából éjszaka, hogy lásd, hogy mi a valóság. Te reggel, amikor felkelsz, visszazökkelsz a rutinba, gyorsan felkelsz, oda teszed a kávét főni, mész megmosakodsz, fogat mosol, és már teljesen kijöttél lélekből. Belementél a robotba, belementél a testbe, és haltakozz. Pál apostol nagyon intelligens, ő nagyon intelligensen szólt. Jézus nem szólt intelligensen. Ő egyszerűen szólt, minél több ember megértse. Ő olyan alapvető képeket mutatott nekünk. De ugyanakkor erővel és hatalommal. Nagyobb erővel, meg hatalommal, mint bárki más, mint Pál. Pál apostol intelligensen szólt az intelligens emberekért. Az intelligens itt ebben az értelemben a lehető rosszabb dolog, ami történik az emberre. Az, hogy Pál intelligens volt, az egy nagyon rossz dolog. Az, hogy te intelligens vagy, az egy nagyon rossz dolog. Minél intelligensebb valaki, annál jobban bele van zuhanva a testbe, és annál kisebb az esélye a léleknek, hogy megmeneküljön. Drága emberek, hogy jöjjetek, kérlek szépen. Fohászkodjatok is. Kérjetek Istentől erőt és bátorságot a bőtölésre, az imára és a bőtölésre. Mert Isten megadja, mert másképp nem fogtok megmenekülni. Most a lélekhez szól, aki benetek van. De most már befogadja, ugye? Most már hallja a lelket, az igaz szót, a lélekhez szólok. Hogy fohászkodjon Istenhez, mert Isten megadja neki a lehetőséget. Akár egy kisebb betegség által, bármilyen módon megadja lehetőséget arra, hogy bőtöljön, hogy hallja Istent, lélek megmeneküljön. Az intelligens emberek nem tudnak megmenekülni. Nagyon nehéz neki megmenekülni. Jézus azt mondja, hogy boldogok a szegények. Boldogok a lelki szegények. A lelki szegények azok nem intelligensek. Boldogok az egyszerű emberek, ugye, akiket lenéz a világ, a parasztok, földművesek, nem iskolázottak, ők boldogok, mert ők hallják Istent valamennyire a szívükben. Ez itt olyan gyermetegek. Az arcukon látszik Isten, látszik a gyermetegség. 50 évesen is, 40 évesen is gyermetek emberek mosolyognak, kedvesek, és nem képmutató módon mosolyognak, mint a sztárok, hanem mint a gyermekek úgy mosolyognak. Mert Isten bennük van, vezeti őket. Ők is az elbukott világban vannak, mint mindenki más, de ők hallják Istent. Miért? Mert szegények. Nincsen sok pénzük, nincsen sok vagyonuk, nincs amivel, tehát nincsen sok test számukra. Nekik nincsen sok testi dolog, amivel foglalkozzanak. És mivel nincsen nekik sok testi dolog, amivel foglalkozzanak, ezért több a lelki, több lélek jut nekik be, ugye a szívükhöz. A lelki szegény az ugyanazt jelenti, hogy kevés testi dologgal foglalkozik, kevés testi dolog van, amivel foglalkozik. Az ő agya nincsen leterhelve számokkal, programokkal, ütemezésekkel, lelki szegény filozófiákkal, okoskodásokkal, elméletekkel. A lelki szegénynek nincsen sok elmélete. Ő lelki szegény. Nincs neki sok elmélete. Ezért közel van Istenhez, hallja Istent. Éjszaka vannak álmai, akár. Ahogy mondta, Salamon jól alszik éjszaka. Éjjel jól alszik. Mert Isten beszél hozzá. Ad neki jó álmokat. Emlékezteti őt, hogy ki ő valójában. Ezért ő már nem ragaszkodik a földi vagyonhoz. Semmihez, sem a pénzhez, semmihez. Nem ragaszkodik a gondolatokhoz, az emberi gondolatokhoz, hogy már nem akar okos lenni. Sőt, Isten mutatja barátaimban is, és nekem is mutatta, hogy mutatja folyamatosan, hogy minél tovább dolgozik ő rajtam, annál inkább felejtek, nincs emlékezetem. Sok mindent elfelejtek, mert az emlék a testben van, nem a lélekben. A léleknek nem kell emlék. A lélek ő benne van Isten jelenlétében, és játszik, örvendezik. Amitől meghaltam, a test meghal. Nem lesz emlékem, nem kell nekem emlék. Nincs szükségem emlékre, mert Isten jelenlétében nincs emlék. A gyermekekük, amik még közel vannak Istenhez, nekik nincs emlékük, nem akarnak emlékezni. Nekik elég az, hogyha játszhatnak. Amikor
előbb mondtad, hogyha van valami mondandóm, akkor nyugodtan mondjam, és hát annyira meglepődtem, hogy nem is tudtam, hogy mit kell, hogy mondjak. De még mielőtt idejöttem, ide keveredtem volna a Skype-ra, akkor jött az érzés, hogy most itt a helyem. És hát éme az Úristen nem váratott sokat magára. Így, ahogy hallgattam azokat a szavakat, amiket mondtál, eszembe juttatta, hogy ma előmbe jött így emberektől, hogy azt mondták, hogy kellene több emberi példa, több ember, aki példamutatóan tud viselkedni más számára. És a lélek rögtön megmutatta, hogy nincs ember, nincs már ember, nincs az az ember, aki olyan példát tudna mutatni, amiből élet, ami életképes lenne. Igen, ez a megfelelő szó. És Jézus pontosan ezért nem volt az intelligencia embere, nem volt az ékes szólás embere, hanem a példa beszédeké volt. Tehát ő lement abba az egyszerűségbe, amiben vannak, abba az egyszerűségbe, abba az ártatlanságba, amiben vannak a gyermekek, és nem csak azok a gyermekek, akik még nem kóstoltak bele a világba, hanem azok a gyermekek is, akik már Isten kegyelméből elhagyhatták a világot. És itt az idős bácsikra gondolok, bácsikra, nénikre, emberekre. Ugyanis a környezetemben van egy olyan bácsika, aki most jelenleg 83 éves, elég szép életkort megélt, és hát elvégezte azt az életfeladatot, amit a világot kap, a világtól kapott, és hát tisztességesen leélte az eddigi életét törvény szerint. Viszont most eljuthatott abba az állapotba, hogy láthatom, csodálhatom benne is Istennek az országát, Istennek a kegyelmét. Ugyanis ezzel a bácsival az történt, hogy ő egy életet ledolgozott, hogy felépítsen egy házat, felnevelje a gyerekeit, de amikor ő gyermek lehetett, akkor abban az időben még a nem olyan házban lakott, amiben bent volt a WC, hanem olyanban, ami kint volt, és most pont abban az állapotban van, hogy ugyanazt éli meg, mint gyermekkorában, hogy már annyira nincs neki memóriája, és minden alkalommal ő kijár a házból, amikor kisebb dolga van, és hát a családja ki van rá akadva, ki van rá készülve, hogy meg fog fázni, meg fog betegedni, tüdőgyulladás kap, stb. De hát ő csak mint egy boldog gyerek, mosolyog, és nem hallgat a családra, nem veszi be a hazug igét, hanem csak teszi azt úgy, mint egy gyermek, ami hát él azzal a szabadsággal, amit Isten kegyelméből megkaphatott. És valóban ezen az emberen láthattam azt, hogy mennyire csodás az az állapot mi ebben a korban, amikor Isten kegyelméből az ember elvégzi a dolgát, és természetes úton belefárad a tendőibe, vagy éppen elvétetik tőle, mert elvégezte tisztességesen, és így is visszamehet abba a gyerekkori állapotba, és csak azokat a dolgokat teszi, amit ez a szabadság, ez a kegyelem neki megadhat. És tényleg csak gyerekek az unokák társaságában van, és ahogy elnézem, ahányszor alkalmam van rá, akkor mindig, hogy mondjam, tehát ugyanazon a szinten van. Tehát én nem egy 83 éves idős bácsit látok, hanem egy élettel teli gyermeket, és az is Isten dicsőségére val, hogy egy olyan állapotban van, hogy bármennyire is ki van akadva rá a családja, és próbálja ráolvasni a nagyapa szerepet, a jól viselkedés szerepét, akkor
akkor, hogy hogyan vigyázzon az egészségére, mert hogy ez meg az fog történni, és hát akkora kegyelem van rajta, és annyira Istennek az oltalmába van, hogy ezeket a falakat nem tudják már áttörni. Nem tudják áttörni, és hát igen, ezek a gyermekek úgy, ahogy Jézus is, igen, így példát tudnak mutatni. Tehát nincs, Jézus példát tudott mutatni, és ezek is példát tudnak mutatni, mert nincs tele bölcsességgel, okoskodással, intelligenciával, tudással, hanem csak éli minden napnak a maga baját, vagy a maga gyönyörűségét, éli úgy a hátra maradt éveit, vagy napjait, Isten tudja, hogy mennyi van hátra, ahogyan kapja azt Isten kegyelméből. Úgyhogy visszakanyarodva a legelső dologra, amit elmondhattam, hogy van ember, felnőtt ember, aki példát mutathatna a világnak, hogy a világ megváltozzon, hát nincs, mert egyetlen egy adatot Jézus, és hát az ő, akik ő általa újra gyermekek lehetnek, ezért annyira fontos az újjászületés, és csak Jézustól tanulhatjuk meg, és csak ő adhatja az új lelket, ami alkalmassá tesz arra, hogy újra gyerekek lehessünk, és újra megélhessük azt az állapotot, amire Isten megmutatta, hogy mélyen a szívében minden ember vágyik. Tehát ez a legfontosabb dolog, amire vágynunk kell, hogy engedjük meg Istennek, hogy ő szüljön újjá, és abban a legmegfelelőbb ezt megfogalmazni. Igen, tehát lelki szükségleteink szerint, tehát ne egymásra nézve, mert ezt emberektől nem fogjuk tudni megtanulni, emberek által nem lehetséges újjászületni. És én a magam gyarlóságain láthatom, a magam testiségén, ha bár én Istent hallhatom, hatalmas kegyelmet kaptam tőle, de a napokban arra is rá kellett döbbennem, hogy mindezt is az ő kegyelméből, hogy az énem, az egóm, tehát az az ember, aki megölte a lelkét, tehát azt lehetetlen megmenteni, tehát menthetetlen vagyok én, mint ember, de mint lélek, hát azt Isten tudja. Tehát ez csak neki lehetséges, mert láthattam, hogy egyszerűen képtelen vagyok, úgy, mint ember, csak ráfigyelni, csak benne maradni, amint alkalma van az agyamnak, a testemnek, az rögtön rátelepszik a lélekre, és már el is vagyok veszve, el is vagyok csúszva, és igen, vannak nekem is olyan napok, amikor ilyen köztes állapotba kerülök, és már a világhoz sem tartozom, de Istent sem hallom, és hát az hatalmas gyötrelem a lelkemnek, de persze erről nem Isten tehet, hanem egyszerűen az énem ilyen menthetetlen. Úgyhogy Isten tudja, hogy fogja elvégezni bennem a munkát, de az biztos, hogy embernek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Teljes számára botrány az, hogy életre halunk meg. Nyilván Jézus nem azt mondja, hogy meghalunk. Én a cím kedvéért fogalmaztam így, a szójáték kedvéért, hogy megértsük, minél többen megértsék, hogy akik meghalnak, és megértik ezt, amiről mi beszélünk, miről beszélhetünk Isten kegyelme által, azok az emberek életre halnak meg. Tehát életre mennek. Sőt, többször beszéltünk arról is, hogy ez, amit mi úgy hívunk, hogy élet, hogy ez az első halál. A felvételnek az első felében ez meg van magyarázva tiszta, az első halál, tehát amit mi úgy hívunk, hogy élet, az maga a halál. Jézus is belejött a halálba, tehát Jézus belejött, értünk a halálba. De itt ebben a halálban, ahol mi mostan vagyunk, az első halál, itt még az ember menthető,
itt bárki hallja a mi szavunkat, vagy Istennek a szavát bárki által, mindenki megmenekülhet. Tehát ebből az állapotból mi meg lehet menekülni. Ez az első halál. Első halál, mert szó is szoktuk mondani, hogy lelkileg halottak vagyunk, de ez igaz is, ugye? Azok alapján, amit beszélgetünk mostanig, ez igaz. Tehát nem halljuk Istent, lelkileg halottak vagyunk. A testet tápláljuk, azt a bőr ruhát tápláljuk, ami el fog rothadni. Lelkileg halottak vagyunk. Hogyha nem volnánk lelkileg halottak, akkor nem a testet táplálnánk, hanem a lelket. Minél inkább a lelket. És a testet csak olyan mértékben, amilyen mértékben szükség van arra, olyan mértékben táplálnánk. Ezt is fogalmazza Jézus, hogy keresitek először a mennyek országát, és annak igazságát, és minden más megadatik a testnek, Istenek hatalmában áll, bármikor, bármennyit elővenni és adni a testnek, amire szüksége van. Nem kell akkorni a testért. A test megkapja, így is úgy is, amire szüksége van. Nagyon sok test azért nem kapja meg, amire szüksége, vagyis amire szüksége lenne, vagy amire vágyik, mert ha megkapna, akkor még jobban elveszne a lélek. Sok ember azért nem engedett Istennek gazdagodni, hogy ne vesszen el a lélek. Azt mondja Jézus, hogy ne ott gyűjtsetek kincseket, ahol a rozsda megeszi, a moly megeszi, hanem ott, ahol sem a rozsda, sem a moly nem eszi meg. Ne azért az eled elért munkálkodjatok, mondja Jézus más helyen. Nagyon sok feképpen mondja, hogy ne azért munkálkodjunk, ami elvész, hanem azért munkálkodjunk, ami nem vész el, emberek. Azért munkálkodjunk, ami nem vész el, mert abból, ami elvész, Isten mindig megadja, mire szükség van. Sem többet, sőt, igazából sokszor nekem felkínálta sokkal többet, mint amire szükségem volt. Azáltal is ugye megpróbálva voltam téve, hogy ki tudom őszintén mondani, hogy nincsen szükségem, nem fogadom el. Nem fogadom el, mert nincsen szükségem arra. Sokszor pénzt kínáltak meg mindent. Lehetőséget, meg pozíciót, meg mindent kínáltak. De élek át éreztem, hogy nincs arra szükségem. Nekem arra kincsre van szükségem, amit Isten kínál számunkra. Lélek számára, hogyha ma éjszaka meghalnék, akkor ne távozzak üres kézzel. A léleknek legyen tartalma, legyen tartalom. Menjél kincs. Akik békességben vannak Istennel, nem akarnak élni egyáltalán. Azok akarnak élni, akik nincsenek békességben Istennel. Az, hogy valaki akar élni, azt jelenti, hogy nagyon a testben van, és nem lélekben. Ha ismerni a lélek birodalmát, Isten királyságát, ha érezni, akkor nem akarna élni a testben. Maximum csak annyira addig, amíg szükséges, hogy még ő is elmondja, megmutassa mennyek országát embertársainak. De erre van lehetőség a halál után is. Olyan értelemben, hogy akkor kap testet a lélek, amikor akar. Nem, hogy amikor akar, amikor Isten akar, hogy egészen pontos. Akkor kap testet. És felveszi a testet, majd leveszi a testet. Emlékeztek, beszéltünk arról, hogy Jézus megjelent különböző embereknek, nekünk is. Most mondjam azt, hogy Istennek a lelke megjelent. De úgy is mondhatjuk, hogy Jézus. Mert Istennek a lelke ugyanazt mondja, amit Jézus mondott. Megjelent különböző formában, különböző embereknek. Ő fel is hívta erre a figyelmet. Lehetek vendégszeretők, mert tudtatokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ezt mondja Jézus. Képzeld, hogy megjelensz, csak egy játék. Próbálj elképzelni azt, hogy nincs testet. De Isten ezt álomban megmutatja. Az Úr angyala álomban már megmutatja ezt nekünk. Mutogatja, hogy megjelenünk különböző testben, különböző testekben. De államban azon megadta, megadja Isten. Még azt is megadja, hogy teljes mértékben úgy lássunk mindent, ahogy ő látja államban. És akkor beszélhetünk emberekhez. Ahhoz, akihez kell, aki segítségre szorul, akit meg kell segíteni. Mert mi a cél emberek? A cél az, hogy mindenki, minden egyes ember, aki valaha meg fogja látni Isten országát, és megmenekül. Nem azért meneküljön meg, mert fél, mert retteg, mert fél a betegségtől, fél a háborútól, fél a földi hatalmaktól. Emberek, ez nem megmenekülés. Megmenekülés az, amikor az ember örömében megy Istenhez. Örömében. Az a megmenekülés. Az, hogy valaki félelmében Istenhez fordul, az még nem megmenekült.
az még csak arra elég, a teste biztonságban legyen, úgy mondta. A teste biztonságban legyen, hogy ne veszíts el a testet, ne veszíts el a kegyelmet, mert a test az kegyelem. A test az ugye az itt adott, a tér és az idő, a test. Hogy a lélek ne vesszen el, az itt van a test. A tér és az idő, hogy a lélek ne vesszen el. De amikor az ember már teljesen újjászületik Isten lelke által, akkor neki már nem kell a test. Ő már nem akar élni testben, mert tudja, hogy az élet az végtelen hosszú Istennel. Készen el, úgymond, kimenne ebből a világból bármikor, aki újjá van születve. Nem félje testét. És Isten minket erre hív, hogy így tudjuk bevigezni ezt a földi életet. Ne félelemben, ne törvényben, ne rettegésben, ne bűnben, ráadásul ne bűnben, ne hazugságban, ne önállításban. Ne félelemben, az a legfontosabb, hanem teljes odaadással, örömmel. Teljes szükséges honvaj már most, amíg testben vagyunk. Annyira megismerjük Istent, hogy örömmel kívánjuk bizonságot tenni róla. Azt se kényszerből csináljuk. Azt, hogy beszélünk róla, azt se kényszer legyen, hogy jaj, meg van írva. Persze meg van írva. A testnek van, nem a léleknek. A testet, az elmét, az agyat, az írás, az agyért van. A testét, az elméért. Akkor vagyunk megmenekülve, amikor már Istent átengedjük magunkon, az ő lelkét. De örömmel vágyunk erre. Vágyunk erre. Nem megfelelési kényszerből. A test miatt. Jól figyelj, kérlek szépen. A test miatt. Isten engedte azt is, hogy megfelelési kényszerből tegyünk bizonságot. A templomban is. Megfelelési kényszerből. Gyülekezetekben. Nagyon sok helyen ott is. Megfelelésből. Istennek be akarunk felelni. Emberek, ez még nem bizonyosség. Amikor az ember azért tesz bizonságot Istenről, mert meg akar neki felelni, eleget akar neki tenni, nem lehet. Istennek nem lehet eleget tenni. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Akkor vagyunk megmentve, akkor vagyunk megmenekülve, amikor már annyira telve vagyunk az ő jelenlétével, hogy kifolyik belőlünk, túlcsordulásig. Nem kényszerből teszünk bizonságot. Hanem azért, mert átfolyik rajtunk Istennek a lelke, az ő szere, az ő szeretete, és ezt örömmel tesszük. Ez a legjobb dolog, amit tehetnénk. Nincsen semmi más. Nincs, amit tegyek, emberek. A legjobb dolog, amit tehetnék, az, hogy beszélek, átengedem az igazságot magamon. Nekem is legjobb dolog ez, és mindenkinek, aki ezt megértheti. És akkor megkövetik azt a hibát, hogy Istenhez fordulnak, Krisztushoz fordulnak, úgymond megtérnek, és visszamennek oda, amit addig is csináltak, abba az üzemmódba, abba az életbe. Hisz ők már Istenhez fordultak, és többet Isten intézi. Vigyeljetek, emberek! Nem, a tékozló fiú nem csak megtért, nem csak megfordult, hanem el is indult hazafelé. Elindult hazafelé. És akkor irányt váltottak, de nem indultak el. Egy helyben várnak, nem indultak el. Nem engedik, hogy Isten vezesse őket, hogy ő formálja őket, az értelmüket, a szívű lelküket. Nem engedik, hogy Istennek a szava átfolyjon rajtuk. Még félnek, még szégyelik is őt. Isten még ezt is megengedte nekünk, szégyeljük őt persze az elején. Mert óriási botrány, Nikodémos is szégyelte, és félt, rettegett. De aki ebben a szégyenben fog meghalni, az nem örökölheti a mennyek országát, emberek. Lehetetlen. Mikor nem szégyelem őt? Akkor, amikor már egyre több időt töltök vele lélekben, éjszaka és nappal. És akkor már tudom, hogy az az én valóságom, nem ez. Reggel, amikor felkelek, elkezdek kávézni, az már nem a valóság. Az már nem a lélek, az már a test. De minél több időt töltök lélekben, annál kevésbé szégyellem. Sőt, örömmel, bátran kimondom, átengedem magamon. Teljesen lazán, teljesen spontánul, hogy a Isten adja. Nem moderálom, nem variálom, nem formálom, nem változtatom. Egyszerűen csak engedem, hogy folyjon át rajta. És akkor nem szégyelem, sőt, ellenkezőleg. Megmutatom, mert aki látja, amit mutatok, amit aki hallja, amit mondok, számára is az lélek, életet adó beszéd. Sokan hallgatják azt, amit mondunk, és feltöltődnek. Miért? Azért, mert Istenből szólunk. De nem akarnak ők személyesen feltöltődni. Nem akarják tovább engedni azt, amit kaptak. És ezért
nem tud eljönni rájuk a Szent Lélek, hogy mondta Jézus, mert minket hallgatnak, és nem Istent. Már rég bizonságtévők kéne legyenek, de még mindig hallgatnak minket. És ezért kell sokan meggyűlöljék a kiáltó szót, inkább gyűlöljék meg. Te is inkább gyűlölj meg a kiáltó szót, te menekülj meg, lelked meneküljön meg. Szeress Jézusát teljes mértékben élek által. Legyél bizonságtalan, láníts. Ez a lényeg. Legyél felkészülve arra, hogy bármelyik percen jön az utolsó óra, örömmel fogadja azt. Örömmel tárgalokkal. Tudjál megboldogulni. Tudjál bemenni az örök hazába. Jézus, amikor sokáig tanított, emberek között volt, ő is ugye belezuhant a testbe, még jobban. Utána mit kellett csinálni, neked menjen. Csak az atyával legyen. Gyötrődött. Engedte a test, hogy gyengüljön meg. A testet nem csak a végén fesztették meg a Golgotán, hanem már korábban is, hogy megkedvezítse a testet minden nap. Ne a test szóljon, hanem a lélek. A 40 napos bőt is. Test megfeszítése volt emberek. 40 napos bőt. Aki ezt elhanyagolja, és nem kívánja, nem kér Isten segítségét, hogy ő is tudja megfeszíteni a testet, felvenni az ő keresztjét minden nap, az nem tud lélekben maradni, és mindent az utolsó óra fog eldönteni emberek. Az utolsó óra fog eldönteni mindent, hogy boldog az a szolga, akit Isten ilyen munkában talál. Az nem munka, emberek. A lélek jelenlét. Számomra ez nem munka. Ez öröm. Ez az én táplálékom. De hogyha én nem ilyen állapotban vagyok, amikor jön a vég számomra, én elvesztem, akkor bekerülök a másik halálba, hogy meghal a testem, és lelkem meg kárba néz. De aki lélekben van, és a lélekhez ragaszkodik, a lélek szavához, a test szavához, az megmenekül. Továbbra is kísértve van mindenki, kivétel nélkül, hogy a test szavához ragaszkodjon, és azt hajtsa végre. És Isten meg is engedte ezt, ugye, de egyszer csak a test elvitetik. És akkor, akkor éppen el volt a lélekben, akkor nincs ahogy. Nincs, hogy feltámadj. Mert testnek engedtél. Hallottad a lelket tőlünk, vagy valaki más által, a Biblia által. De mégis a testnek engedtél. A test szavának engedtél. Mert olyan veszélyes, hogy gyertek. Vagy bízunk Jézusban, vagy nem bízunk. Aki azt mondta, hogy engedjünk a léleknek. A test nem használ semmit. Engedjünk a léleknek. A testnek, amire szüksége van, Isten megadja. Engedjünk a léleknek, hogy élhessünk. Különben nem élhetünk. Csak akkor nem árt meg nekünk a halál, a második halál, ha a léleknek engedünk, ha a lélekben élünk, ha meg itten a földön élhetünk, akkor nem fog megártani a második halál. Sőt, amikor a test meghal, akkor az életre halunk meg, életre. A test eljutatik, de a lélek örökkön él, szabad, Isten jelenlétében. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.